Elszalasztotta Magyarország labdarúgó válogatottja annak a lehetőségét, hogy jelentős helyzeti előnyre tegyen szert az Európa-bajnoki selejtező csoportban. Hazai pályán 2-1-re vereséget szenvedett Szlovákiától. A kontinens tornára még lehetséges a kijutás, de sokkal nehezebb dolga lesz Marco Rossi csapatának. Mátyás király fogadta a Szlovákia válogatottját és szurkolóit a budapesti Grupama arénában a labdarúgó EB selejtezőn. Utóbbiak szektorában a szlovák rendőröknek kellett beavatkozniuk a rendbontás megakadályozása érdekében. Nagy lendülettel kezdett Magyarország, de sorra maradtak ki a lehetőségek Dubravka kapuja előtt, és a szlovákok az első veszélyesebb támadás során gólt rúgtak Mák révén. Előtte azonban Bozsényi Klesen volt. Szünet után néhány perccel Szoboszlai egyenlített szabadrugásból, ám a fordítás elmaradt, mert Bozsényi ismét betalált, és a magyar válogatott már nem tudott újítani. Gulácsi Péter szerint kis dolgokon múlt a vereség. Ők kihasználtak kevés helyzetükből kettőt, mi pedig, illetve két helyzetnél talán túl passzívak voltunk, mi pedig a befejezéseknél talán nem voltunk elég pontosak. Egy-egy szituáció dönt el futballmeccseket, és ma ebben arról maradtunk. A találkozó végén Barát Boton még kapott egy piros lapot is Antonio Lahoz spanyol játékvezetőtől. Ennek a történetét maga mesélte el. Megkérdeztem a bírót, hogy miért volt egy kicsit kényelmes a mérkőzésen, mert ugye az első gól az ugye lesről született. Aztán utána folyamatosan osztogatta nekünk a sárgalapokat, az ellenfélnek nem nagyon szólt oda, úgy néz ki az új szabályok rájuk nem vonatkoztak, hogy a pályát el kell hagyni minél gyorsabban. Elrugdosták a labdákkal folyamatosan, én csak szóltam neki, hogy figyeljen egy kicsit jobban oda. Az eredmény következtében Szlovákia beérte pontszámban Magyarországot az EB-s elejtező csoportban, amely így nagyon kiegyensúlyozottá vált. A hátralevő meccseken 4 csapat marad versenyben az EB részvételt biztosító első két helyért, csak Azerbajdzsán maradt esélytelen.